A nagymúltú 29. Zempléni Fesztivált idén augusztus 14 és 23 között tervezik megszervezni a szokásos helyszíneken. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben nem tarthatnak koncerteket, fesztiválokat, nagy rendezvényeket, hiszen arra kérnek mindenkit, hogy maradjon otthon a járvány megfékezése érdekében. A Zempléni Fesztivál szervezői home office-ban otthonról látják el a feladataikat. A szervezők remélik, hogy augusztusra minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy 10 napon át újra együtt töltessék a művészetek ünnepét Tokaj hegyalja és Zemplén legszebb helyszínein. Túrjányi Miklós, a fesztivál igazgató hangsúlyozta azt, hogy a szervezést töretlenül folytatják, készülve arra, hogy a programsorozatot megrendezhetik. Mi úgy dolgozunk továbbra is, hogy lesz fesztivál, szervezzük, persze egy nagyon érdekes helyzet van, hiszen a művészek sem tudják, hogy lesz-e, illetve hogy addig mi lesz, tehát hogy az azt megelőző fellépéseikből lesz-e valami, illetve nem lesz-e valamiért egymásra csúszás, hiszen több olyan rendezvényről tudunk, aminek nem annyira fix az időpontja, mondjuk, mint a Zempléni Fesztiválé, és ők megengedhetik maguknak, hogy ha felszabadítják a lehetőséget, akkor mégis megtartsák akár a májusi vagy júniusra tervezett korábbi koncertjüket, vagy rendezvénysorozatukat, és akkor elképzelhető, hogy majd improvizálni kell, hiszen az a művész, aki korábban teljesen jogosan elvállalt, mint júniusra valahol egy fellépést, majd nálunk is augusztusra, de most hirtelen kiderül, hogy mind a kettő egy időpontban lenne. Nem gondolom, hogy ez tömeges lesz, de azért előfordulhat. Tehát egy ilyen dologra is fel kell készülni. Tehát biztosan, hogy egy nagyon különleges fesztivál lesz, hogyha meg lehet rendezni sok szempontból. Ilyen még nem volt, bár általában minden fesztiválunk olyan, amilyen még nem volt, mert mindig a program új, és arra az alkalomra készül el. Na de lényeg az, hogy tehát tele vagyunk bizonytalansággal, ugyanakkor tele vagyunk reményekkel, mi nem adtuk föl, nem jelentjük be, nagyon sokáig még nem is szeretnénk bejelenteni, tehát már korábbi újságírói kérdésre is elmondtam, hogy én tulajdonképpen július közepéig fenntartanám a lehetőséget, mert ha még egy hónappal a fesztivál kezdése előtt kiderül, hogy megtarthatjuk, akkor még tulajdonképpen meg tudjuk tartani a fesztivált. 2020-ban is színes programokkal készülnek a szervezők, amelyek közül néhány nagyobb koncertre már lehet interneten jegyet vásárolni. Komoly zene elsősorban, mellette pedig jó jazz és jó népzene, illetve társműfajok, tánc, színház, képzőművész és egyebek. Na tehát két nagy programunk, amire már elméletileg jegyet is lehet vásárolni pont a platformba, hiszen ezeket ideje korán meg kellett hirdetni. Ez egy István a király keresztmetszet, tehát nem szenírozott igazi nagy előadás, hanem az István a királynak a zenei része, kvázi koncertszerűen, de nagyon látványosan és élőzenével, és a legjobb énekesekkel, Feke Pállal, Szomor Gyurival és társaikkal van tervezve az első hétvégére, augusztus 15-ére a Katlanba, majd 20-a után egy nappal pedig újra megkísérelünk egy opera bemutatót. A nyitó koncert ugye szokás Sárospataki Várodalán lenni, egy igazi nagy szimfonikus koncert, és a záró koncertre pedig a Wiener Singakademie-t, Bécs legkiválóbb professzionális kórusát hívtuk meg, illetve egy barokk hangszereken, eredeti barokk hangszereken játszó zenekar, akik Handelnek a Belsazar Tisztor, a Baltazár innen című oratóriumát adják elő a záró napon, 23-án vasárnap este. Idén több koncert, több színházi előadás, megújuló kirándulások, opera és jazz, máshol nem látható kiállítások, élvezetes családi és gyermekműsorok várják a látogatókat. Ez a rendezvény egy igazi, hagyományos értelemben vett fesztivál, ahol nem a hangerő és a zsúfoltság, hanem a fenséges táj, a történelmi helyszínek és a világörökségi borvidék adják a kereteket. Az igényes szórakoztatásról pedig kiváló magyar és külföldi előadó művészek gondoskodnak. Túrjányi Miklós arra kéri a közönségüket, hogy óvják egészségüket és tartsák be az intézkedéseket, hogy augusztusban újra találkozhassanak.